Nagyon örülök neki most, hogy egyre jobb ellenfelek következnek. Biztos is vagyok benne, hogy a csapatom is ugyanolyan gondolkozik, mint én. Készültünk az egész héten, mert tudjunk, hogy Ajka egy jó, komoly csapat, MB2-es múltú rendelkezik, úgyhogy biztos jó csapat, ami a tabellán is mutatja a harmadik helyen. Biztos vagyok benne, hogy egy jó csapat. Én megnéztem már őket több mérkőzésre, úgyhogy tudom, milyen a csapat. Ősszel 1-0-ra sikerült ellenük nyerni, igaz, hogy akkor a védelemben, ez még előtted volt, de azért beszéljünk róla, a védelemben akkor van Czák Vilmos is ott volt, most rá nem számíthatunk nyilván. Szerinted mennyi dolga lesz most a védelmünknek? Hát én mindig, nekem a legfontosabb, hogy a kapustól indul minden, meg a védelem stabil legyen, középpályán is, és akkor tudunk beszélni a támadásról is, mert ha stabil a védelem, akkor tudunk építkezni a könnyebb támadások, és biztos vagyok benne, hogy most összeállt egy jó védelem, de majd meglátjuk, hogy kik fognak játszani, meg mindig nem tudjunk a csapat, meglátjuk, meg egy-két nap van, és akkor majd eldöntünk, de biztos vagyok benne, hogy kulcs lesz a védelemben, meg középpályán. És akkor most, ha az elmúlt fordulókat elfelejtjük, akkor most lehet, hogy a győzelem következik. Mert eddig ugye úgy volt vereség, győzelem, vereség, győzelem, most legyen akkor egy fordított minta. Hát én biztos vagyok benne, hogy együtt értek. Szeretnék én is egyszer egy ilyen erősebb csapat ellen idegenben meghozni a csapatommal együtt 3 pont. Meg játékosok is vágynak annyira, látom rájuk, hogy nagyon sokat dolgoznak és éhesek sikere, főleg egy ilyen mérkőzés, egy ilyen csapat ellen, mint az Ajka, és biztos vagyok benne, hogy meg fognak tenni minden a pályán, hogy eredményesen kijövünk a pályából.